Önök a város legfontosabb híreinek, eseményeinek összefoglalóját, a Pécs TV híradóját látják. Kollégáim nevében is köszöntöm nézőinket. Két milliárd forint adóssága van Pécs városának, állította a közgyűlés Fidesz frakciójának képviselője egy ma délelőtti sajtótájékoztató. A jelenleg Németországban tartózkodó polgármester telefonon cáfolta a hírt. Valóban van hiány, de az átütemezett hitelállománynak köszönhetően ez csak 500 millió forint. A fideszes képviselők Toller László május elejei nyilatkozatán háborodtak fel. Az egyik országos napilapban megjelent írás szerint sikerült lefaragni a városnak 2,5 milliárdos hitelállományát, sőt 39 milliós többlettel zárták a 2000-es évet. Körömi Attila hiteles iratokkal tudja bizonyítani az ellenkezőjét. Egyensúlyba hozott költségvetés 2000 végére valóságképpen pedig 2 milliárd 10 millió 437 ezer forintos hitelállományt mutat, a rövid lejáratú, hosszú lejáratú és a belső hitel összeadása után. Toller László két napja Münchenben van. A polgármester azt mondja, nem tud arról, hogy az elutazás óta kölcsönt vettek volna fel. Én nem tudok semmiféle 2 milliárd hitelről, de lehet, hogy tegnap óta változott sokat a helyzet. A városnak egy átütemezett hitelállománya van, 700 millió forint volt tavaly, ma már 500 millió forinti körüli összegbe csökkent, ezt örökölték az előző önkormányzattól, új hitelt pedig nem vettünk föl, illetve most készülünk a városháza felújítására 100 millió forint hitelt felvenni. Körömi Attilájék a területi államháztartási hivatal adatait mutatták be. Ezek szerint Pécsnek több mint 2 milliárd forint adóssága van. A hivatal egyébként a sarokszámokat attól az önkormányzattól kapta, amelynek a vezetője Toller László. Mikes Éva, a miniszterelnöki hivatal politikai államtitkára szerint megtehetni a képviselőtestület, hogy az 1,74 milliárdos gázközmű vagyonból törleszteni az adósságot. Ám még így is maradna 300 millió kifizetni való. Remélem azt, hogy a pécsi közgyűlés és a pécsi városvezetés ezt a vagyont úgy kezeli majd, mint egy befektethető adott esetben további vagyon szerzésére alkalmassá tehető vagyonjuttatást. Mikes Éva abban bízik, hogy a testület nem elkölti, hanem gazdálkodik a pénzzel. Baranyának 8000 fővel csökkent a népessége 1990-hez képest. Ilyen és ehhez hasonló előzetes adatok már rendelkezésre állnak a népszámlálás feldolgozásának jelenlegi állapotában. Megyénkben a kérdőívek lekódolása már 70%-os készültséget mutat. A népszámlálás előzetes adatai szerint 2001. február 1-én 10 millió 197 ezeren voltunk. Ez 178 ezerrel kevesebb az 1990-es adatoknál, viszont több annál, mint amire a szakemberek számítottak, hiszen az elmúlt 10 évben körülbelül 200 ezer külföldi telepedett le hazánkban. Az elmúlt népszámlálás óta csak Fejér és Győr-Sopron megyében élnek többen, Baranyában csökkent a lakosság létszáma. Baranya megyében 408 ezer főt írtunk össze, kerekítve természetesen. Ez az elmúlt népszámlálás 417 ezrével szemben csökkenés mutat. Ezzel Baranya megye hasonló képet mutat, mint az ország megyének a többsége. A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása szerint az idei népszámlálási adatok feldolgozása a tervek szerint halad. Jelenleg a kérdőívekre felvett adatok kódolása, számítógépes rögzítése folyik. Két hetenként ütemezéssel 50 ezer körüli kérdőívet kell Budapestre küldenünk. Egy helyen folyik az országban a kérdőíveknek a feldolgozása. A feldolgozás az egy korábban nem alkalmazott módszerrel történik. Egy optikai leolvasóval olvassák be számítógépbe az adatokat. És ez a beolvasás ez körülbelül novemberig tart. Novemberben hibajavítás következik, és ezt követően kezdődik meg az adatoknak a publikálása. Újabb fordulatot vehet a hadifoglyok kártalanításának ügye. Nemrég egyikük pert nyert. A bíróság megváltoztatta a jogszabálysértő közigazgatási határozatot. Wegler Ferenc, baranyai országgyűlési képviselő az Alkotmánybírósághoz fordult a szerinte diszkriminatív helyzet felszámolása érdekében. A fejleményekről ma tartottak tájékoztatót.
A kormány tavaly decemberben rendeleti úton havi 20-50 ezer forint nyugdíj kiegészítést állapított meg azok számára, akik az elmúlt rendszer politikai üldözötteiként tartós időtartamú szabadságelvonást szenvedtek el. Így ma nyugdíj kiegészítésben csupán az a Magyarországon élő magyar állampolgár részesülhet, aki az 1956-os forradalomban részt vett, vagy a Szovjetunióban politikai okokból elítélték, illetve akit Recsken zárt táborszerű körülmények között rendőrhatósági őrizetben tartottak fogva. Miért csak azok kapnak, akik Recsken voltak, és azok, akik Tiszalökön vagy más kényszermunkatáborban dolgoztak, miért nem kapnak? Másrészt azok, akiket a szovjet hatóság összetereltek, ítélet nélkül elvitték több évre őket kényszermunkára a Szovjetunióba, szintén miért nem kapnak? És miért nem kap az, aki mondjuk nem 3 évet volt, csak 2 év és 9 hónapot egy kényszermunkatáborban? Ennek kapcsán én egy törvénymódosítást nyújtottam be a parlamentbe, amit sajnos a parlament szociális bizottsága nem tartott vitára alkalmasnak, és elutasította, magyarul a parlament nem tárgyalta ezt az ügyet. A törvény ellenére a közelmúltban a Fővárosi Munkaügyi Bíróságon született egy jogerős bírói ítélet, amely egy panaszos számára a nyugdíjfolyósító igazgatóság elutasítása ellenére megítélte a nyugdíj kiegészítést. A szovjet vörös hadsereg 1944. december 22-i 0060-as számú parancsa, amely kötelezte a magyarországi német nemzetiségieket, hogy egy adott helyen jelenjenek meg, és ezután őket összeterelve több évre Szovjetunióba vitték kényszermunkatáborba. Ez olyan ítéletnek tekinthető, mintha ezt egy bíróság hozta volna, és ez alapján megítélték ennek az embernek, aki több mint 3 évet töltött a Szovjetunióba, 20 ezer forint nyugdíj kiegészítést. A precedens értékű jogerős ítélet Weckler Ferenc reményei szerint arra ösztönzi a kormányt, hogy felülvizsgálja a döntését. Én, ha nem történik változás, akkor az ősszel a parlamentben ismét megpróbálom a törvényjavaslatomat keresztül vinni, hogy ne kelljen mindenkinek egyedi jogorvoslatért bíróságukhoz folyamodnia. A Baranya megyei államigazgatási kollégium legutóbbi ülésén is napirendre kerültek a gyámhivatal, a gyermek és családvédelem aktuális kérdései. A közeljövő legfontosabb feladatairól Borsiné dr. Kovács Zsuzsannát, a gyámhivatal vezetőjét kérdeztük. 1997. november 1-én lépett életbe Magyarországon az új gyermekvédelmi törvény, mely az angol mintát követi. Akkor teljesen új ellátási rendszer kiépülése kezdődött meg, ez pedig a gyermekjóléti alapellátás rendszere. Nem csak Baranyában, hanem az ország többi megyéjében is az alapvető problémát a gyermekjóléti alapellátásnak a kiépületlensége jelenti ma még. Bár az ellátás alapegysége, a gyermekjóléti szolgálat a megyében 5 település kivételével mindenhol van, a gyermekek napközbeni ellátása és a gyermekek átmeneti gondozása tekintetében vannak még hiányosságok. Most már örömmel látjuk, hogy elindult valami pozitív irányú folyamat. Ebben az évben májusban adtuk ki az első működési engedélyt a helyettes szülői hálózatnak. Egy helyettes szülői hálózat működik, illetve gyermekek, illetve családok átmeneti otthona is van már a megyében. Ezen intézmények és intézkedések célja, hogy a gyermek a családjával maradhasson. A rendszer kiépületlensége miatt azonban az eljárások legtöbbször a családból való kiemeléssel végződnek. A gyámhivatal és a gyermekjóléti szolgálatok kapcsolódási pontjait a törvény és kormányrendelet is meghatározza. A valódi problémát a kistelepülések jelentik, ahol a szakembereket és a tárgyi feltételeket biztosítani sokkal nehezebb, mint a városokban. Mi abban szeretnénk segítséget nyújtani ezeknek a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó intézményeknek, amelyek ebben a megyében jó részt egy személyből álló gyermekjóléti szolgálatok, amelyet a központi költségvetés sajnos nem finanszíroz, hogy olyan szakmai képzéseket szervezünk számukra, amely megkönnyíti a tevékenységüket. Egy éven belül remélhetőleg kielégítő ellátási rendszer épül ki, hiszen a folyamat elindult, és az eredmények bíztatóak. Fontos állomásához érkezett a Dél-Dunántúli kastélyprogram. A régióban tavaly 260 kastélyt mértek fel, és ezek közül szakértők bevonásával választottak ki 23-at, melyek felújítására és hasznosítására tanulmányterveket készítettek. Ezeket mutatták be ma a Magyar Turizmus RT által szervezett tájékoztatón. A megye területén nagyon sok leromlott, elhanyagolt állapotú kastély, kúria található. A Dél-Dunántúli kastélyprogram megmentésüket és turisztikai hasznosításukat tűzte ki célul.
A Magyar Turizmus RT Dél-Dunántúli igazgatóságának kezdeményezésére első lépésként 260 ingatlan építészeti és kertészeti felmérése készült el. Ebből választottak 23-at, amelyhez a Pécsi Tudományegyetem és a Szent István Egyetem hallgatói készítettek felújítási terveket. Két nyári éve a Pécsi Egyetem építész hallgatója a Bolbási Zicsi Kastély vadászturizmus célú hasznosítási tervét készítette el. Magyarországon ezen a környéken van a legjobb vadászati lehetőség, és most is járnak vadászok a környékre, csak sajnos nincs meg a lehetőség arra, hogy megfelelő módon fogadják a vendégeket. És ezért gondoltunk arra, hogy a kastélyból vadászkastélyt csinálunk panzióval, ahol meg tudnak szállni a vendégek, és közösségi tereket alakítottam ki, ahol el tudják tölteni akár egy hétvégét is. A most bemutatott kastélyfelújítási tervek megvalósításához befektetőket keres a Magyar Turizmus RT. Itt az egészségturizmustól kezdve a lovas turizmusig, a termál turizmusig nagyon sok minden elképzelhető. Ez szerepel a hasznosítási koncepciókban. Tekintettel voltunk arra, hogy a kastélyok egymásnak ne legyenek konkurensei, tehát van egy lovas turisztikai, van egy golfkastély, és így tovább jól kiegészítik egymást. A kastélyfelújítási tervek június 29-ig láthatóak a Művészetek Házában. Közel 80-16-22 év közötti fiatal végez idén a Pécsi Kézműves Iskolában. Köztük sokan olyan népszerűvé vált végzettséget szereztek, mint a falusi vendéglátó, vagy éppen olyan elsorvadóban lévő szakmák folytatói lesznek, mint a fazekas vagy a fonott bútorkészítő. A Melinda utcai épületben június 22-én megrendezett bizonyítványátadó ünnepségen a 7 szakmából szakmunkás vizsgát szerzett végzős diákok vizsgamunkáiból kiállítást rendezett és mutatott be az iskola. A végzettek közül többen tovább maradnak, másik szakmát is szeretnének szeptembertől tanulni. A tagozat vezetője elmondta, szeretnék bővíteni a képzőművész szakokat, így hamarosan elindulhat a faműves és a kesztyűs képzés is. Évente közel 100 új diák felvételizik, azonban szeptembertől 200 fősre bővül az egy, illetve két éves képzésre jelentkezni kívánók felvételi létszáma. Mindig örömmel számolunk be olyan lakossági kezdeményezésekről, melyek nem várva központi programot, a lakókörnyezet tisztántartását, szépítését célozzák. A Pécs-Patacsi makratető környékén lakók most a már műemlékké nyilvánított útmenti kereszt felújítását tervezik. A makratető lakók évtizedek óta sokat tesznek környezetük megszépítése, rendben tartása érdekében. Két évvel ezelőtt a ledöntött feszületet újjáépítették, és azóta is rendszeresen ápolják a környéket. A nyár közelettével a feladatok mennyisége is megnőtt. Lekaszáltam a körületit, és akkor, hogy hívják, mindig én leszoktam festeni, jobban mondva meszelni. És amikor lekopik, az első lekopta, akkor megint meg szoktam csinálni. Szoktak mások is besegíteni ebbe a munkálatba? Senki se. Nem szoktak, inkább örülni szoktunk velük, hogy ide ledobáljak szemetet, meg egy egyéb dolgot. Konténert állítottunk ide, mindent, hogy tisztaság legyen, mert ide dobáltak minden szemetet. Ez csak a tisztaság szempontjával, és hát mivel katolikusok vagyunk, és hát szóval itt lakunk a környéken, és ezt azért csináltuk mi meg. Magunktól csináltuk ezzel a nénivel, ezzel a Tamásékkal, az a virágot szereti ráítetni a néni. Én meg hát, ha kért, akkor amikor láttuk, hogy le kell takarítani, akkor letakarítottuk, szép fehér volt. A környékbeli lakóktól kapok virágot, mert az nem mindig van vágott virágot, mikor milyen jellegű, vagyis szezonális jellegű virág van, hát most őszi rózapalántázás lesz. Kukacvirág kint van már, és ősszel árvácskát veszünk. A szomszédom, a Huszár Józsi bácsi csinálja, megígérte most is, csak az eső közben jött. Úrnapjára akarta lemeszelni, de hát nem sikerült. Megsérült a keze, de most már jól van, úgyhogy most az idő javulásával ez is meg fog történni. Önök a város legfontosabb híreinek, eseményeinek összefoglalóját, a Pécs TV híradóját látták. Köszönöm a figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak velünk továbbra is. A műsort most időjárás jelentéssel folytatjuk.
tiszta éjszaka elé nézünk, hajnalra 9-14 fokig csökken a hőmérséklet. Szombaton a napsütés csak gomoly felhők zavarják, csapadék már nem várható. Helyenként megerősödik a szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20-24 fok között valószínű. Vasárnapra kissé megnövekszik a felhőzet, elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A szél megélénkül, délutánra 21-25 fokig melegszik fel a levegő.